Rábold Gusztáv tanár, klasszikafilológus, református lelkész, szerkesztő, műfordító, Kálvin János műveinek hű magyar tolmácsolója. Rá, vagyis egykori pedagógusára emlékezett Hajdúböszörményben a Bocskai István gimnázium közössége június 4-én vasárnap délután. A programon emléktábla leleplezésével és annak megkoszorúzásával tisztelektek az éppen 150 évvel ezelőtt született Rábold Gusztáv szellemi nagysága előtt. Az egybegyűlteket elsőként Gyulai Sándor intézményvezető, a Csiha Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, majd Loment Péter református lelkipásztor, Pál apostol efeszosziakhoz írt levelének 4. részéből idézett. Ezt követően a lelkész igei szolgálatában Rábold Gusztáv szellemi nagyságáról és a családhoz való személyes kötődéséről is szólt, hiszen ő maga is egykori református gimnáziumi diákként Rábold Gusztáv fia, Rábold Gábor tanítvány volt. Emellett pedig a lelkészi szolgálat szintén közös kapcsolódási pont. A megemlékezésen ezt követően Cirmainé Kocsis Róza tanár, helytörténeti író, Rábold Gusztáv a 150 éve született tudós tanár, lelkész alakját idézte fel a hallgatóságnak, aki maga a gimnázium tavaly megjelent jubileumi évkönyvében írásával tisztelgette a jeles pedagógus, lelkész, szerkesztő és műfordító munkássága előtt. El lehet játszani a gondolattal, hogy Rábold Gusztáv talált én rám, vagy én találtam rá Rábold Gusztávra. Az az igazság, mindenki tudja, ugye református lelkipásztor özvegye vagyok, a férjem teológiai könyvtárában Kálvin művei jelen vannak, és hát forgatva az institúciót, ott láttam, hogy fordítója Rábold Gusztáv, böszörményi tanár. Ezt éveken át láttam. Egyelőre hidegen hagyott, hanem évekkel ezelőtt egy Gyulai Sándor igazgató úr egy fényképet adott át nekem, mert én minden régiséget gyűjtök, és ezen a fényképen Rábold tanárul látható 1901-ben az osztályával itt a Böszörményi gimnáziumban, és akkor jöttem rá, hogy hát itt test közelben élt ez a tanár, ne nézek utána egy kicsit, hogy ki is volt. Akkor még nem kezdtem munkához, viszont jött a gimnázium 400. évfordulója, kértek egy tanulmányt tőlem, és akkor döntöttem úgy, hogy Rábold Gusztávot választom, mert hát amit itt elmondottam, az csak egy picike történés az ő életéből, de olyan jelentős személyiség a magyar kultúrtörténetben, hogy őt nem lehet megkerülni. Azt gondolom valóban, ez a az itt töltött, Hajdúböszörményben töltött 13 esztendő roppant tartalmasan telt Rábold Gusztáv életében. Melyek azok, amelyeket tanárnő a gondolataiban is kifejtett? Igen, hát nyilván, mint tanárember, nemzedékeket nemelt, a szépre, a jóra, és tényleg lángoló hittel és hihetetlen parázsló szeretettel. Ezen kívül, hát mint az igazgató tanács tagja, neki szerepe van abban, hogy ez a gimnázium főgimnáziummá alakult, hogy érettségi vizsgákat szerveztek, hogy azóta folyamatosan érettségiztetnek, hogy korszerűsíteni, átépíteni kellett a gimnáziumot, szerepe volt benne. És hát nyilván a város szellemi életében, a népművelői előadások, a vallásos estélyeken, mint előadó volt jelen, de a szellemi életben, mint újságíró jelen volt, és hát az egyetemes magyar kultúrtörténetben, mint műfordító jelen volt. Hogy milyen szinten beszélte, foglalkozott az ókori klasszikus nyelvekkel, amikor bekerült a Debreceni Dóciba, egy fél év múlva avatták, ahol most a református tanítóképző intézet működik, azt az épületet, és a diákjai görög nyelven adták elő az Antigonét. Hát egy ilyen ember mellett nem mehetünk el, csak úgy. A programon ezt követően a gimnázium egyik diákja, Baja Áron, Reményik Sándor a Fordító című versének részletét tolmácsolta a hallgatóságnak.